Nagy próbatétel volt az elmúlt év Szabolcs-Szatmár-Berek számára is, így értékelte 2020-at a megyei közgyűlés elnöke. Térségünkben a munkanélküliek számának növekedése kevésbé jelentkezett, mint az ország más részein, de adódtak egyéb megoldandó feladatok. A járványhelyzet leginkább a korábbi pályázatok nyilvános rendezvényeire nyomta rá a bélyegét, amelyeket tavasszal nem tudtak megtartani. Nyáron igyekeztek ezeket bepótolni, ősztől pedig már online formában bonyolították le az eseményeket. Jelenleg több olyan pályázat is fut, amely még a 2020-ig tartó Európai Uniós ciklus forrásaiból valósul meg, ezeket 2022-ig kell befejezni. Az új évben elindulhat a kivitelezés egy bölcsödefejlesztési programban, 5 milliárd forintból szennyvízelvezető rendszert építhetnek ki, megvalósítás alatt áll emellett több helyen is körzeti orvosi rendelők, óvodák és utak felújítása. Ugyancsak az előző 7 éves fejlesztési periódus terhére történik a megyei foglalkoztatási paktum újabb 1,6 milliárd forintos munkahely megőrzést és teremtés szolgáló programja. Most 146 milliárd forint értékű lekötött támogatási szerződéssel lekötött programunk van, de ez a még futó igénylések alapján felmehet egészen talán még 190 milliárd forintig is. Ebben benne vannak a nyíregyházi megvalósított programok is. Most már sok esetben Nyíregyházával együtt számolunk, hiszen a következő 7 évben a versenyképes Magyarországért operatív program esetében a megyei közgyűlés fogja meghozni a Nyíregyházán szükséges fejlesztési forrásokról szóló döntéseket is. 2021 és 27 között mintegy 150 milliárd forintos indikatív forráskerettel számol a megye az új operatív program keretében, ennek kormányzati egyeztetése még folyik. Emellett szintén jelentős összeget jelenthet az Európai Újjáépítési Alap, ahogy környezetvédelmi, iskolafelújítási, vállalkozásfejlesztési programok forrásaiból is részesülhet a megye. Összességében akár az 500 milliárdot is elérhetik a fejlesztésre fordítható pénzek a következő ciklusban. Tervezés alatt áll már a megye fejlesztési koncepciója, amely a közgyűlés jóváhagyása után márciusra ölthet végleges formát. Ez alapján készül az integrált területfejlesztési program, és utána jelennek meg a pályázatok. Kiírásokra azonban addig sem kell várni. Nem tűr halasztást a munkahelyteremtést, a munkahelymegőrzés. Január elején már ki tudunk írni egy munkaügyi paktum pályázatot. Ennek a forráskerete a következő 7 évre, amit biztosan tudunk, több mint 9 milliárd forint, és ez már jövő év elején feltehetőleg a teljes összeget, lehetséges, hogy két részletben, de biztos, hogy 5 milliárdot meghaladó forráskerettel már januárban ki tudjuk írni ezt a fontos eszközt, ugyanakkor tudjuk, hogy a következő 7 évben több mint 9 milliárd forint áll munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés, képzés, átképzés, továbbképzés címén a rendelkezésünkre. A következő 7 évben a munkahelyek megőrzése és újak teremtése mellett az egészségügyi, oktatási, közösségi intézmények és szolgáltatások felújítása, továbbá közösségi terek kialakítása a cél annak érdekében, hogy megálljon a megyéből történő elvándorlás, vagy akár visszaforduljon ez a folyamat.